Következő napirendre pontunkra térnénk, és időközben megérkezett Bálint Zsolt, aki ennek részben gazdája ennek a napirendnek, illetve nagy szeretettel köszöntöm Magyari Lászlót, és köszönöm a türelmét, hogy az első két napirendet türelemmel végighallgatta, mert csak érintőlegesen kapcsolódott hozzá, a Magyar Közút ZRT Pest megyei igazgatója. Ugye a napirendi pontunk címe ez a tájékoztató a Magyar Közút kezelésében lévő utak felújításáról. Én röviden azt kérném, hogy arról ejtsenek pár szót, ami jelen pillanatban van, ezzel kapcsolatban nyilván vannak és lesznek kérdések, sőt voltak is kérdések, illetve Zsoltot kértem meg, hogy szedje össze és majd akkor ismertesse a kérdéseinket, vagy viselkednek a kérdéseit. Parancsoljunk! Jó napot kívánok, üdvözlöm a jelenlévőket. Ha nem probléma, ülve folytatnám, hogyha megengedik, mert a papírokból dolgoznék és jobban tudok kiigazodni. Jó hallható el, amit mondok? Nem. Ez baj. Jó, akkor megpróbálom emelni a hangszint, hogy mindenki számára elérhető legyen. Azt kell mondjam, vagy azzal kell kezdjem, hogy Visegrád egy nagyon szerencsés település. Nem csak az elhelyezkedéséből adódóan, hanem azért is, mert a rendelkezésre álló források nagy részét Visegrádot érintő útszakaszokra tudjuk és fordítottuk eddig is. Mindezt tesszük azért, mert a városnak akkor az idegenforgalmi és egyéb jelentősége is, hogy látjuk, hogy igenis, ide jogosan fordítani kell forrásokat, nem csak az útra, hanem az útkörnyezetre is. De azt is tudni kell, hogy ehhez a területhez 280 kilométeres úthálózat tartozik, amiben beletartozik a szoros. Úgy értem, hogy ennek a területnek, hogy mind a mérnökségi, mind országgyűlési képviselő terület nagyjából itt egybeesik, és nekünk van egy rendelkezésre álló forrásunk erre az úthálózatra. Ebbe a területbe esik bele Szentendre is, Homár, Budakalánc, rengeteg nagy volumenű település, ami Budapest agglomerációjába beletartoznak, és ezek közül kell nekünk kiválasztani a szűk forrás, rendelkezésre álló szűk forrásokból, hogy mi hova csoportosítjuk ezeket a forrásokat. Ugye nagyon szűk forrásokból rendelkezünk, de azt kell mondjam, hogy én 3 éve töltöm be ezt a tisztséget, de mind a 3 évben igen nagy volumenű beruházásokat vagy felújításokat eszközöltünk. Úgyhogy előjáróban is gondoltam elmondani, hogy mindenki képbe helyezze magát, hogy mit jelenthet, hogy milyen prioritással kezeljük ezt a területet. És ebből kifolyólag ugye már a panorámaunkhoz, ez a mi vonatkozásunkban 11-116-os jelőút, ugye első nagy beruházásunk az volt, 1 kilométert újítottunk fel, az Mátyás király, vagy az utca neve az Magyaros, Mátyás király. Igen, ez a kombináció, ott fordítottunk hatalmas forrásokat útfelújításra, és utána itt a tavalyi évben, itt a lév környezetében egy 500 méteres szakaszon végeztünk útfelújítást, és idén több szakaszba, több csoportba, több forrásból próbálunk útfelújítást eszközölni. Ugye most itt történt egy 260 méteres szakaszon a révtől a MOL kút irányába egy útfelújítás, aminek ez csak az első üteme, mennénk tovább még a múlt irányába körülbelül még egy ekkora szakasszal. Illetve terveink szerint a révtől Esztergom irányába egy közel 1 kilométeres szakaszon egy nagyobb teljes rekonstrukciót szeretnénk megvalósítani. Az egy másik forrásból lenne, de azt kell tudni, hogy ebből a 280 kilométerről be 1 kilométer útszakasz állt rendelkezésre útfelújításra, és azt mind ide csoportosítottuk. Úgyhogy Szentendrével volt egy nagyobb vita miatt, hogy miért nem lehet oda is, de ennek ellenére polgármester úr még továbbra is köszön nekem. Igen, szóval ebből azért vannak az nézeti eltérések, de azt is tudomásul kell venni, hogy ez körülbelül, amit ide fogunk csak erre az 1 kilométerre, ez 1,5 milliárd forint. Szentendrét, hogy rendbe tegyük, az egy 2-2,5 milliárdos projekt, szóval
Azt kell mondjam, hogy ott az csepp a tengerbe lett volna, itt meg ebből valamilyen szinten tudjuk normalizálni a útviszonyokat. Úgyhogy azért is gondoltunk meg az előbb elmondott dolgok miatt, hogy ide csoportosítjuk ezt a forrást, ezt a közel 250 millió forintos forrást. Na most, mivel mi ezt tavaszra terveztük volna már, ezt a útszerűítést, de látjuk, hogy maga az eljárás, mint közbeszerzés, minisztériumi jóváhagyások, több minisztérium ráadásul, ez elhúzódni látszik. A forrás az megvan, csak azt, hogy ezt ide tudjuk elkölteni, ahhoz sajnos ezeket a kötelező eljárásrendbeli dolgokat le kell folytatni. Közbeszerzés jóváhagyása, és mindennek a közbeszerzése, tervezés, kivitelezés. Szóval ez egy olyan kötelező eljárás, ami alól mi nem tudunk kibújni, úgyhogy ezt végig kell játszani, most ez zajlik. Ideális esetben szeptemberben meg tud valósulni ez a felújítás, de hogyha összetorlanak az események, és mondjuk szeptember végére lehetne itt elkezdeni, akkor a munkavolumene miatt ez is át fog lecsúszni majd tavaszra. Ez ugyanúgy, azt kell tudni, hogy az M11-es csomópontja is hasonló okok miatt kellett ilyen két részletben megvalósítani. Valamilyen szinten az érintő Visegrádot is az a csomópont, mert gondolom, akik Budapest felé mennek, azok ezen a csomóponton keresztül, vagy át a pesti oldalra, akkor azt használják. Egyébként ez már átadás közeli állapotban van. Szóval ott is, mivel ez az egész folyamat megcsúszott, november-decemberben a kivitelezőnek volt 2-3 hete még, amivel tudott foglalkozni, utána téli üzemben nem tudott vele foglalkozni, és akkor így tavaszra átcsúszott. Úgyhogy egy nagyon szoros munka volt az is, hisz neki a forrás, ami rendelkezésre áll, az július 1-ig áll rendelkezésre, szóval ő nagyon belett így szorítva, de szerintem egész jó sikerült neki a munkát, sőt, nagyon parádés munkát csináltak forgalom alatt, de ez más, ezzel nem akarom az időt húzni. Na, szóval itt biztos, hogy ez az 1 km felújítása meg fog történni, de pontos dátumot most nem tudok mondani. Az biztos, hogy a forrás rendelkezésre áll, a szándék megvan, a hátul a gépházban zajlik a munka, de pont azért, hogy ne várjuk meg, hogy nagyon leromoljon az útállapota, ezért ott egy felületi marást végeztünk. Ugye ez a felső 2 centi, van egy ilyen felületi bevonat volt rajta, ami a bitumen előregedett, a forgalom meg lejárta nagyon, ezért kipergett. Ezt nagyon nehéz javítani, mert ez csak 2 centi, ebben nem áll meg a meleg aszfalt, nem áll meg igazából semmi, úgyhogy ezt azzal tudtuk ideglenesen orvosolni, hogy lemartuk ezt a felületet most. Ezzel most addig azt kell mondjam, hogy a forgalom addig fog ezen járni, még a felújítás nem ér ide. Úgyhogy, de azért mertük ezt a marást is elvégezni, mert biztos, hogy a felújítás ide fog érni, csak a pontos napját nem tudom most meghatározni. Ez a Révtől Esztergom felé menő szakasz. A másik szakasz, amit mondtam, ugye, hogy folytatnánk a Molkút irányába, ami szintén egy kicsit már meg van marva, azt meg június végén, július elején fogjuk. Ideális esetben a géplánc június 27-én, 28-án érkezik a megyébe, és akkor a programja szerint végzi a munkálatokat, és akkor nem csak a 11-es úton, hanem a panoráma úton is fogunk egy 2-300 méteres szakaszt megcsinálni. Annak is nagyon elromlott az állapot, de hát arra is akkora forrás kéne fordítani, hogy akkora forrással nem rendelkezünk, úgyhogy mindig szakaszosan haladunk előre, bízva abba, hogy belátható időn belül azért rendbe tesszük az úthálózatot, vagy közlekedésre alkalmasabbá. De nekünk most nagyobb figyelmet kell fordítani a 11-es útra, mert jóval nagyobb a forgalma. Jó. Úgyhogy ezek a beruházások vagy útfelújítások várhatóak, illetve még őszre is én tervezek egy ilyen nagy felületű felújítást, a panoráma út folytatások, még egy szakasztot, még egy 3-4-500 métert szeretnék belerakni, de ezt is át kell még verni ezen az egész rendszeren, és azt is mind saját feladat tervünk terhére, ebből nem a minisztérium külön kerete, hanem mi próbáljuk a forrásokat úgy csoportosítani, hogy azzal ütemezetten haladjunk tovább. Mert ezekkel a 300 méterekkel haladunk, de
ugye messze van még a vége. De azt kell látni, hogy az összes forrás, ami rendelkezésre áll, ide fordítjuk. Szóval igazából semmilyen másik település, itt ebben a területben 40 település van benne, és ekkora a forrás, de ehhez hasonló forrás se fordítunk, tudunk fordítani más úthálózatra. Pedig időtel a Pilis-Szent László-i úton jöttem, az is érdemelne beavatkozást, de az is olyan volumenű forrásokat igényelne, hogy Hadházi Sándor országgyűlési képviselőről folyamatosan sakkozunk, hogy azt a rendelkezésre álló kevés keretet hogyan tudjuk a leghatékonyabban az úthálózatra fordítani. De igyekszünk a lehető legjobban elkölteni. Egyébként ebben tényleg a visegrádiak élen járnak a többi településhez képest, mert tényleg ide nagyon sok forrást tudunk fordítani. Jó. Akkor fölemelem a kopiát, így is látom. Az útfelújításokról nagyjából elmondtam mindent. Egyébként ennek is az előkészítése már 16 év elején elkezdődött. Úgyhogy ez is egy hosszú, megelőző munka, egy projektlistát összeállítani az összes országgyűlési képviselővel jóváhagyni, és a megyében 12 országgyűlési képviselő van. Szóval nagyon kemény küzdelmek, harcok, meccsek, beszélgetések, tárgyalások ezek, és abból a végül letisztul egy lista, amit jóváhagynak, és utána indul a folyamat. Maga a tervezés, kivitelezésnek a közbeszerzése, engedélyeztetése, úgyhogy a háttérről ennyit kell tudni. Az első kérdés, ami nekem ide föl volt írva, hogy ez a 11-es számú főút felújításának ütemezése 2017 évre vonatkozóan, akkor én ezt ennyiben kielégítettem, tekinteném, hogy akkor elmondtam ezzel kapcsolatban a rendelkezésre álló összes információt. Jó, nálam itt föl van írva még egy pont, a 11-es számú főút és az azt körülvevő terület karbantartása, milyen ütemben végezzük, itt gondolom a fűnyírás lenne a lényeg, hogy már egy ütemben elvégeztük a patka és rézsuk a szállását egyébként a külterületi szakaszokon, itt a három útat érint a műüzemeltetési területünk, a 11-es út, ugye a Pilis-Szent László felevezető út, meg a Panoráma utca. Úgyhogy mi nekünk a feladat tervünkbe, ami rendelkezésre áll, az kettő, minimum két kaszálás az évben, de mi megpróbáljuk megoldani, hogy három kaszálás megvalósuljon, úgyhogy ezzel így kell majd kalkulálni. És hát a rendelkezésre álló kapacitás függvényében tudunk körbeérni a hálózaton. Erre se tudok ugye pontos dátumot mondani, de még két kaszállás várható. De egyébként a belterületi szakaszok kaszállásával kapcsolatban a önkormányzattal megállapodásban vagyunk, hogy ki, mit, milyen területet hogy tud végezni. Úgyhogy ez főleg a külterületekre vonatkozik, a belterület az megint más elbírálásra esik. Jó, nekem itt van egy harmadik pont, a Visegrád belterületi részén található MK tulajdonában lévő utak állapota felújítások ütemezése, ezt egybe kezeltem az első ponttal, úgyhogy azt is akkor letudottnak mondanám. Itt a negyedik pontban nekem szerepel egy olyan, hogy az általános információk a közútkezelői engedélyek kiadásával és azok átutási idejével kapcsolatban. Ez nem tudom, hogy milyen szintig merüljünk ebbe bele, de nálunk ugye ezekkel az ügyekkel a forgalomtechnikai és kezelői osztályunk foglalkozik. Ha bárminkinek közutat érintő kezelői ügye lenne, akkor oda kell ugye hivatalosan benyújtani az iratokat, amire még kezelői ügyöt adunk, ugye ez kapubehajtók lehetnek, vagy egyéb olyan munkák, amik tényleg ingatlan építés, vásárlás, telekalakítás, ami érintheti a közutat, akkor oda kell hozzánk beadni a kezelőire az engedélyt. Nálunk engedélyes tervek esetén 21 napunk van, az ügyintézésre nem engedélyes tervek esetén sima ügykezelés az nálunk 30 napos célszerű, és mi kérjük is, hogyha beadnak tervet, vagy olyan kérelem szükséges, ami tervel jár, akkor három darab példán kérünk benyújtani, mert úgy tudjuk egyet az irattárba, meg az ide-oda lefűzni ügyintézni, nekünk három darab tervkönyvvel benyújtása lenne ugye az ideális.
Úgyhogy ezzel kapcsolatban én röviden csak ennyit szeretnék elmondani. Nem tudom, hogy itt mi volt a kérdés mögött a tartalom, de ha valami konkrétum, akkor majd arról beszéljünk. Szerintem, hogy Zsolt fogja pontosítani. Jó. Oké. Akkor majd erre visszatérünk a végén. Itt még nekem az ötös pontban van egy olyan, hogy általános tájékoztató a téli hóeltakarítási munkákkal, illetve azok ütemezésével kapcsolatban. Azt kell mondanom, hogy az elmúlt 16-17, ezt a három hónapot felülelő időszakban mi 10,5 millió forintot fordítottunk ezen úgy szakaszok téli üzemeltetésére. Nekünk ugye van egy OKKS országos közutak kezelési szabályzata előírásunk. Ez alapján végezzük el a munkánkat, és erre is kapjuk meg a finanszírozásunkat. Ez egy törvényi, illetve egy rendeleti előírás, ez alapján végezzük mi a munkánkat, ez alapján kell összerakni azt az elhárítási tervet, géplistát, emberállományt, ami alapján nekünk ugye végezni kell a munkát. Ugye ez egy nagyon szigorú előírások alapján vett eljárásrend, Úgyhogy mi ehhez kapjuk meg a forrást, de azt kell mondjam, ugye, hogy ez egy 1988 évi rendelet, szóval lehet, hogy már egy kicsit régi, meg aktualizálni is kéne, és azóta lehet, hogy változtak a közlekedési körülmények, változott a forgalomnagyság. Azt kell mondjam, illetve azt tapasztaljuk, hogy változtak az igények is, de azt kell mondjam, hogy a mellé rendelt forrás az akkor is ugye, amit a törvény vagy a rendelet előír, azt szerint kell mennünk. De azt kell mondjam, hogy az előírás határideit, teremfeltételeit mi jóval feszesebben, jóval rövidebb idő alatt, jóval jobb minőségben látjuk el. Annak ellenére, hogy lehet, hogy az utazó közönség mást érzékel, vagy nem érzékeli ezt, de a téli időszakban azt kell mondjam, hogy ez is, mint bármilyen családi ház, teljesen másképp kell téli időszakban, minden lassabban működik, minden, mi sem tudunk olyan gyorsan közlekedni, ilyenkor a teherautók nekünk megrakva közlekednek, 10, plusz 10 tonnával, meg a eke az plusz 3 tonna, sószóra adapter az is plusz 5 tonna, szóval nehezebben tudunk közlekedni ilyenkor, nagyon sok probléma van a felhasznált, ugye só, nagyon sok kritikát kapunk azért, hogy ezek a felvert sószentség, megelőzte valaki a sószóró autót, akkor most levertük a festéket az autóról, nem verjük le az a só, az olyan kis szemcsés, hogy nem tudja leverni a festéket az autóról, de ilyen panaszosokba is belefutunk. Az, hogy miért nem érkezünk hamarabb, azt kell mondjam, hogy a 11-es út az második kategóriába tartozó, itt nekünk 6 óra alatt kell az intézkedést fogalmasítani. Mi ezt 2,5-3 órán belül, szóval fele idő alatt mi ezt megoldjuk, Szentendréről indul ide a járművünk. Persze az lenne az igény, hogy amikor jelentkezik a probléma, akkor már fél órán belül itt legyünk, de hát ilyenkor ugye meg kell rakodni a gépeket, de még előre van lakozva is, érdemben akkor tudunk beavatkozni, hogy ennyi időszükséglete van ennek. Illetve ami nagyon fontos dolog, a legtöbb panaszost ezt mindig onnan kapjuk, hogy a hóeltakarítás. A hóeltakarítás, a hónak van egy speciális helyzete, csak akkor tudjuk eltakarítani, ha leesik. Ugye, ha még nem esik, nem tudjuk eltakarítani. Ha az 2 centi alatt van, vagy 3 centi alatt van, akkor se tudjuk eltakarítani. A rendelet azt írja elő, hogy főúton minimum meg kell várni a 5 centis vastagságot, hogy az ekészhető legyen. Amíg nem tudjuk ekészni, csak sózni tudjuk. Úgyhogy ez egy nagyon összetett és komplikált dolog. Én operatív részt vettem téli elhárításba. Én voltam kint sószórautó, nekésautón, vezettem ezeket a járműveket is. Nagyon nehéz ott a sofőröknek helytállni, és ugye kezelni az adaptert, mind a sószórót, mind elől az ekét, egyszerre odafigyelni, ráadásul az eke 3,5 méter, 4 méteres szélességűek. Úgy kell neki közlekedni, hogy a gyalogos is megmaradjon, a szembejövő autó is megmaradjon,
Ráadásul mindezt olyan sebességgel kell menni, hogy a havat ki tudja lökni az útról, ahhoz kell egy sebesség. De a gyalogost az életbe kell hagynia, hogy azért a hó ne csapjon úgy ki. Szóval nagyon érzékenyen kell közlekedni, odafigyelni a másik autóra is, és nagyon sokszor ugye gumilap van az éleken, hogy ne koptassa se a szerelvényeket, se az utat, semmit. Mondjuk ez kombinálva van néha ilyen vas csíkokkal, ilyen komplex ez az anyag, hogy ez lassabban kopjon. De ahogyha egy kicsit egyenetlen a felület, már nem tud úgy havat takarítani. Nagyon fontos az is, hogy éjszaka, amikor mi kiszórjuk a sót, nem járja úgy a forgalom az úthálózatot, és nem tud úgy a só hatékonyan dolgozni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy forró teával beöntük egy bögre cukrot, az nem oldódik fel, csak a kavargatom. A só is ugyanilyen. A éjszaka kijuttatott só, ja, mert el kell, hogy mondjam, hogy mi úgy végezzük azért a téli elhárítást, hogy nem a csúcsforgalomban, meg a reggeli csúcsban, hanem hajnal 3 órakor indulnak az autók, és körülbelül 5-6 órára végeznek a sikosságmentesítéssel, és mire elindul a forgalom, addigra már a megsózott felületen járnak az autók. Mert ha akkor indulnak, és hogy na ezért nem látják a sószórót egyébként a közlekedők, hogy hol vannak a sószórók, hát ott vagyunk, akkor nem közlekedik senki. Úgyhogy célszerűen a forgalom előtt vagyunk ott, kvázi preventív, megelőző jelleggel kiszórjuk a 20-40-30 g só per négyzetméter felületre, megelőzve a hajnalban szokott jelentkezni általában a lefagyás, meg a síkosság, ezért mi már hajnalban kijuttatjuk a sót, hogy ne jelentkezzen a reggeli órákban. Nem tudom, honnan indultam, de a lényeg az, hogy mi már akkor kijuttattuk a sót, és az a forgalom, ahogy járja, úgy tud dolgozni. Jó, úgyhogy ennyit kell tudni erről a téli elhárításról. Nekünk egyébként általában november 10 és március 15 között van a téli időszámítás. Persze, hogyha az időjárás olyan, mint például most áprilisban is esett a hó, azért voltunk kint sokszor, mint dobogókön főleg ott okozott problémát, itt a Pilisben, és 6 autónk folyamatosan járta a területet, de még testmény egész istenesen megmutta. Ezt ugye volt igény polgármester úr részéről, hogy próbáljuk feszesebbé tenni a téli elhárítást, hisz Visegrád pont itt a megyehatár szélén helyezkedik el, és valamikor az esztergomi autó hamarabb idejön, mint a Pest megyei ideföl. Hát ez sajnos valós helyzet, de beszéltünk a Komárom-Esztergom megyeikkel is, hogyha megpróbáljuk az ő körükre rászervezni még ezt, akkor nekik nem jut só már visszafele. Úgyhogy nagyon bonyolult ez, megpróbáljuk első körbe kiindítani ezt az autót, ami idejön, hogy azért hamarabb érjen ide, hogyha probléma van, de nem tudjuk átszervezni a gépeket. Úgyhogy Szentendrétől fog indulni a gép valószínű. Jó? Jó, téli üzemeltetés. Tudnék még erről rengeteget mesélni, de nem akarok senkit mondani. Jó? Úgyhogy ha van kérdés, arra szívesen válaszolok. De a másik nagyon fontos, hogy nem csak nekünk kell fölkészülni télen, hanem a közlekedőknek is téli gumival. Nekünk a legtöbb problémát a kamionok, az állapot kamionok okozzák itt a hegyvidéki részeken, meg a nyári gumival közlekedő személyautók, hogyha egy baleset van, akkor megtorpan minden. Úgyhogy sajnos, és olyankor, amikor megáll minden, hiába van só az úton, amikor újra indul a forgalom, már újból csúszás, lefagyás, síkosság alakulhat ki. A másik nagyon fontos dolog az, hogy 4 fok alatt és 0 fok között is tud olyan páralecsapódás keletkezni, amit én hiába csúsz vagy szórok, ilyen nyálkás lesz a felület. Nagyon óvatosan kell közlekedni már akkor is, mert az nem a fagy miatt csúszik, hanem akkor már hideg-rideg a burkolat, hideg-rideg a gumifelület is, és ez a nyálk is ilyen rideg, úgyhogy azt kérjük, hogy óvatosan közlekedjenek. Tudom, most nyáron furán hangzik, hogy erről beszélünk, de örülök neki, hogy ezeket elmondhattam. Jó, ha kérdés van, akkor... Köszönjük szépen. Kérdés van. Bocsánat. Bocsánat, hogy nagyon köszönöm kézzel, épp munkából jöttem és azért is késtem. Olyan problémák volna, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást, és köszönöm, hogy a 11-es útról beszélt, mert vannak olyan felhangok, hogy az önkormányzat nem akar ilyet megcsinálni. Ha jól tudom, akkor nem az önkormányzat dolga, és nem is tud ráhatni arra, hogy melyik szakaszt hol fogják megcsinálni a közutasok. Mert ugye mi nem mondhatjuk meg. Bocsánat, jó, tehát hogy nem a mi kompetenciánk az, hogy ezt
ki és hol fogja ezt megcsinálni, hanem ezt már csak döntik el. Olyan problémák volna a dolgokkal, hogy például a kaputól kifele a biciklisek nem tudnak elmenni a hegy oldalon, mert az nincs takarítva, és kövek, zuzalékok, eső utáni sár, meg ilyen dolgok vannak, és ez nagyon megnehezíti a külterület, tehát a kaputól kifele. Igen, hogy ez nagyon megnehezíti a dolgunkat. A másik nagyon lényeges, hogy úgy vettük észre, mint visegrádiak, hogy a sószórás az általában Tahi hídfőig tart, majd onnan, mintha vége lenne, és egy 24 óráig nem látunk se sószórót, se sót, és érdekes módon az esztergomi sószórónak úgy látszik más, milyen sója van, mert én például pont azon a szakaszon lakom, ahol a megyehatár van, és a megyehatártól fölfele fekete az út, bármikor, a megyehatártól lefele, Visegrád fele pedig fehér mindig az út. Tehát valami, vagy velük kéne beszélni, hogy milyen súlyuk van, vagy pedig ide kéne hamarabb kijönni, mert a mostani téli időszakban is 24 óráig se sószórót, se sót nem láttam az úton, és mondom, én elég sokat közöttem arra, de ami feltűnő, hogy a Tahi hídfőig mindig fekete szokott lenni az út, és ha Tahi hídfőtől egyszerűen vagy bemegy a szigetre a sószóró, vagy elfogy a sója, De ezt nem veszük észre egy Visegrádon, hogy ugyanolyan intenzitás lenne itt is, mint vagy azon a szakaszokon. Jó, erre nagyon úgy tudnám személyesetni, hogy amikor autópályán is sót szórunk, ugyanezt a sót szórjuk ki a külső sávra is, meg a belső sávra is. De a külső sávon sokkal többen mennek, ezért az fekete. A belső sáv, ahol nem mennek annyian, az hófehér. Jó, igen, de a megye határnál nincs az, hogy megállítják. Sokkal többen közlekednek, igen. Azért feketét portozik. Értem, csak mondjuk Dömösnél nem áll meg az ember tömeg és megy vissza, hanem azért bejön Visegrádba, és Visegrádba is megy, tehát nagyon feltűnő. Nekünk az autókban nyomkövetők vannak, és sószóró adatterről is van visszajelzésünk. Hogy hány gram sót szór ki, melyik szakaszon, és ilyen anomáliát nem tapasztaltunk, hogy kikapcsolta leánfadminát. Mi ezt nem mondtuk, csak szemben láthatóan lehet látni, hogy a megye határtól fekete az út, és a megye határtól elfele hófehér. Nagyon szép, meg nagyon örülünk neki, hogy ilyen lesz. Csak mondjuk nem a 11-es úton szeretnénk ezt látni, ezért szeretnénk ezt kérni a felületet. Jó, ezt megnézzük, hogy mi okozhatja ezt az anomáliát. Mondom, valószínű, hogy a szigetre bemennek, és ott is sózni kell, ezt mi nem mondjuk. A szigetre mennék, ha először úgy néz ki az útvonal ennek az autónak, hogy főleg 11-esen ide visszafordul, ha marad sója bemegy a szigetre, ha nem, bemegy a minőség, és utána lesz az ő. Mivel ez a kiemelkedik, ez a fő. Biztos így van, csak nem lesz az egész. Mindegy, tehát ezt jó, vettem a jelzést, mi megpróbáljuk. Igen, és a másik nagy problémánk ez a szabályozás, amit mondtak, a legnagyobb problémák, hogy a közút kiadott ide egy parkolási lehetőséget a Rév utcára, a zöldségesnek egy kipakolási lehetőséget, csak ő állhat meg kipakolás céljából. Ha jól emlékszem, a zöldséges úgy kapott működési engedélyt, hogy nem onnan a Rév utcából van a kipakolás, hanem a Fő utcáról tud bepakolni. Nem értjük, hogy hogy lehetett kiadni egy ilyen engedélyt, azáltal, hogy a túloldalt lehet csak parkolni, ezáltal ő a másik oldalt, ha leparkol, két kocsi már egymás mellett nem fér el, ha két busz jön, akkor az egyik elkezd tolatni, a másik is elkezd tolatni, hogy valaki elfogyjon. És sajnos észrevettük azt, hogy általában a zöldséges ünk reggel 5 órától este 6-ig szokott pakolni. Tehát az, hogy egy láda megmozdul, az körülbelül másfél-két óra. És nem értjük ezt, hogy ez milyen oknál fogva lett kiadva, vagy hogy lett ez elbírálva. Erre, ha jól emlékszem, a polgármester úr küldött is egy levelet, amire még választ nem kaptunk. De ez egy nagyon... Küldtünk? Nem kaptunk választ. Mindjárt csak. Ja, mindegy, de én még nem láttam, bocsánat, lehet, ma megjön. De ez egy igen nagy probléma itt a faluban, mert rettentő sok baleset veszélyes, itt az iskola is, és egyszerűen hatalmas forgalomnál állott egy ilyen kis busz, amit kerülget mindenki. És hogy nem mondjunk semmit, hogyha ott megáll egy busz, akkor mögötte megáll egy autó, aztán megáll még egy autó, és a vége az, hogy már lassan mindenki ott parkol, mert hogy ő, ha megállhatott, akkor neki is van lehetőség. Bocsánat, csak annyiban pontosítanám, hogy valóban, tehát ezt annak idején is jeleztük, hogy ez nem olyan nagyon jó ötlet, amikor kikerült a tábla, az önkormányzat nem tudott róla, nyilván nem is kellett hivatalból tudjon róla. Az a levél, amiről Zsolt beszél, ez erre még nem feltétlen kellett választ kapnunk, mert ez
nem tudom, néhány héttel ezelőtt ment, illetve azt kértük, hogy hát vizsgálják fölül a korábban kiadott engedélyt, mert a élet valóban azt hozta, amit Zsolt. De ilyenkor azért szoktunk egyeztetni, hogyha ilyenkor probléma merült. Akkor, amikor ez kiadódott, ez az engedély, ez szerintem olyan 2 éve lehetett, akkor nem volt ilyen egyeztetés. A rendőröknek jeleztük, sőt a rendőrök körzeti megbízott jelezte, hogy ezt ő támogatná, hogy az változás történjék. Mondom, valójában csak megerősítem, hogy Zsolt mondott, azt gondolom, azt remélem, hogy az zöldségesboltnak a feltöltése más módon is megoldható, tehát nem csak az ottani megálláson. Jó. Ugye egyébként erre vonatkozott ez a rejtélyesnek, esetleg rejtélyesnek tűnik is, hogy kiadja ki az engedélyt, meg milyennek az ügymenete. Tehát valójában ugye itt ugye nem az önkormányzat adott ott engedélyt, nem adhat engedélyt, sőt, hogyha az önkormányzat akar táblát kitenni, vagy ilyen kérelme van, azt is kérelmezni kell, tehát engedélyeztetni kell. Nem azért célszerű ezekben az esetekben egyeztetni, miként vagy hogy történt ez a dolog, de arra kértem mindig a kollégákat, meg kérem a mai napig, hogyha van ilyen település életét érintő dolog, mert többször belefutottunk már ilyenbe, akkor mindig kérünk egy állásfoglalást a településtől, hogy akkor mi legyen, hogy legyen, vagy ő mit tudna támogatni, mert akkor közösen tudjuk ugyanazt a álláspontot tudni, úgyhogy most nem tudom, hogy ez hogy maradt, vagy hogy történt, vagy hogy nem történt ez a dolog, de öreget megpróbáljuk rendezni a dolgot, jó? Igen. Köszönjük szépen. Nekem két észrevételesem kérdésem van. Az egyik az, hogy ugye június végén esetleg a gépsor ismét Pest megyébe érkezik. Isten őriz, hogy azt a visegrádi munkák halogatására biztatnám, de július 7-8-9-én palota játékok van Visegrádon, tehát akkor ne. De előtte és utána azt nagyon meg. Péntek, szombat, vasárnap. Csak hogyha beöltöznek a kollégák. Mert akkor az ide látogatók attrakción ellenek nézik a dolgot, és akkor lehet, hogy még több jegy fogy, de különben... Igen, de a gépeket is föl kell öltöztetni. Jó, mert szerintem ez vagy előtte, vagy de szóval eleve péntek, nem, szóval ebben az időszakban biztosan lesz munkavégzés. De majd azért utána. A másik, igen, a parkolás meg efélik van. Értemes lenne. Igen. A másik, ez a belterületi szakasznak a kaszálása, ez egy évek óta neurologikus kérdés. Ugye a belterületeknek a kaszálását mi úgy vesszük észre, hogy a Magyar Közút nem tudja, vagy nincs kapacitása, nem tudja megcsinálni. Ugye itt a belterületeken a mi munkatársaink végzik ezt a feladatot. Én valóban szerencsésnek tartanék egy olyan valami olyan típusú megállapodást, ami nem csak így a, hogy mondjam, a szokásjog alapján rendezi ezt, hanem valóban egy olyan megállapodás történik. Ugye itt már hallható volt a mi kapacitásaink is, hát erősen végesek, és a fűnövési szezonban alulméretezettek is. Tehát ezzel kapcsolatban mindenképpen úgy gondolom, hogy jó lenne. Igen. És ezáltal letakart például közúti táblák. Igen. Hát ezekkor gondolom, hogy az útvizsgálatnál igen, a fák is nőnek és behajolnak. Ezeket. Nem csak az útra, de a táblákat is takarják. Jó, az előbb láttam még. Parancsolj! És ehhez azért hozzászólni, hogy a beláthatóság, tehát a 11-esnek a szakaszai a régi időhöz képest egyszerűen nem lehet belátni, annyira be van a növényzet mennőbb a fut köré. Ehhez képest nem akarok, hogy ide Komárom megyében jobb közlekedni. De ez a só miatt van, mert több sótosnak, ezért vegetációs időszakban kevésbé nő a fű. Szerintem jobban el van sózva. Vannak ugyanolyan pártományok vannak az útszélén, ha innen végül Szentgyörgyusztádóba jövünk Visegrádra, egyszerűen annyira be van minden hatóba csak a fűvel, föl a felekre tudjuk még beszélve, hogy lehet látni, amikor nagyobb gépkárművel jönnek buszok, mondjuk föl látogatna a várat, vannak olyan aszfalt szakaszok, hogy képtelenek használni a fák belógása miatt. És ez problémát okoz, ez nálunk csapódik föntet, amikor nálunk parkolnak, és folyamatosan mondogatják a magukért, és teljesen jogosan.
Tehát végig kéne menni olyan szemmel, hogy ezek a nagyon értékes gépek, amiben rendelkezik a közúton, tényleg 100 milliós gépek van, és tényleg jól néznek és meg tudják csinálni, de erre is nagyon gondot kéne fordítani, belérve a húrvésükbe kiszáradt fákra is, amik alkalmanként folyamatosan rádölnek a 11-es útra, vagy a Fellegvári útra, és azt, amikor jönnek a közútkezelőnek a gépei, annak az úriembernek ezt észre kéne venni, hogy ott bizony kiszáradt fákra, és azt onnan kell kéne távolítani. Jó, ezt is így tettem, elnézést kormányom. Persze. De azt mondja, hogy ugye nagy az úthálózat, és a növényzet gondozással is sok lemaradásunk van. Rengeteg forrást fordítunk el, és de mindenhol nem tudunk odaérni egyszerre. Iktattam a dolgot, és megpróbálunk ezen javítani, és eddig amit megpróbáltunk, azért az sikerült is valamit javítani. De ugye az sem várható, hogy egyik pontra a másikra ezt orvosolni tudjuk, úgyhogy igyekszünk. A mérnökségnek egyébként elég, a teljes összlétszáma 29 fő, és ebben benne van a művezető, adminisztrátor, mindenki, szóval az effektív operatív állomány az egy ilyen 22-23 fő. Most abban elmegy 3-4 kaszálni, elmegy 3-4 terelni, egy út ellenőrizni, vagy kettő, meg a közeledő feladat egyszerűen nem marad, elmennek kártyúzni, és akkor ott vagyunk, ott vannak a szerelők, a két gépszerelő, meg a... Szóval most ő tudnám ezt sorolni, de szóval az, hogy ezt a úthálózatot tudjuk kezelni, ahogy kétszer ennyi emberre lenne szükség, és ez a mérnökség megállás nélkül dolgozik, erőn fölül teljesít, el kell mondjam, úgyhogy én úgy gondolom, hogy rengeteget változott már a terület. Persze tudom, hogy van hova fejlődni, meg mindig van hova fejlődni, úgyhogy tényleg csak azt tudom ígérni, hogy haladunk a kijelölt úton, és bízok abba, hogy ezt is belátható időn belül tudunk jobbítani a helyzetet. Jó? Úgyhogy erre ezt tudom válaszolni. Meg még a 11-es úthoz visszatérve annyit reagálnék, hogy igaz, hogy mi döntjük el a listákat, de azért egyeztettünk, de értelemszerűen a 11-es úton itt el lehet dönteni, hogy melyik a rossz szakasz, szóval itt nagy matek nem volt. A résznél, a legrosszabb résznél ugye azzal kezdtük, és akkor onnan jobbra-balra elindulunk minden irányba, megpróbálunk teret hódítani, és akkor azt a kavicsos részt meg megpróbáljuk megsepelni időképviselőssel. A 11-es útot nem azt értettem, hogy nem akarják megcsinálni, tehát hogy nem mi döntjük el, hogy ebbe az évben a 11-es útnál Visegrádon fog dolgozni a közút, vagy pedig tehát azt nem a testület nem tudja meghatározni, mert ugye amikor tavaly is itt dolgoztak, akkor a testület felajánlotta, hogy kifizetnék azt a szakaszt is, ami nem jó, de mivel hogy jönöttek máshol volt munkája, folyamatosan mennek tovább, és nem tudták megcsinálni. Ezt csak azért mondom, mert annak olyan fennhangok, hogy az önkormányzat nem figyel erre, nem akarja megcsinálni, pedig tele van pénzzel állítólag, és egy ilyen fennhang, és ezért akartam, hogy ez most kiderüljön, nem mi nem akarjuk, hanem ez nem a mi dolgunk, és mi nem is tudunk ebbe beleszólni. Igen, leszámítva az, hogy mint te az igazgató tájékoztatójából kiderült, folyamatosan kapja tőlünk a leveleket. Igen. Tehát az intézményesített macerálást azt még biztosítani. Igen, és én ezt mondtam is igazgató úrnak, hogy egyrésztről természetesen megköszönjük azt, amikor ide irányul a figyelem, de én hivatalból telhetetlennek kell, hogy legyek, és az is vagyok e tekintetben. Még az előbb felvetetthez annyit tennék hozzá, hogy természetesen amikor olyan történik, hogy afarádől az útra, vagy valamilyen tényleg ilyen viszmajor helyzet van, akkor azért a VKG csoport szokott menni, még akkor is, hogyha formálisan nem a mi dolgunk lenne, mert nyilvánvaló, hogy hamarabb odaérünk. És hát ebben hát igyekszünk segíteni, és én így nem tudom, hogy van-e még valakinek kérdése, de egy de nagy... De a beláthatóság nem olyan, mint volt. Azt tudom, az világos. Én szerintem ezt megértette igazgató úr. És a vadegyűlés is az év van a legtöbb, mert egyszerűen nem észlelik egymást. Világos. Tehát ezt tudomásul kéne már venni, hogy azt a beláthatóságot, ami régen megvolt, az biztosítani kéne. Szerintem ezt értette igazgató úr. Tudom, hogy értette, de én most csak arra gondolom, hogy... Folyamán a úgymond az út mentén növényzet jön folyamatosan föl az aszfalt. Világos. Tiszta. Fel minden évben nem tudjuk ugye visszanyírni az alapállapotra. De valami megébe, ahol év lehet.
az a megyében teljesen más prioritások vannak, mint Pest megyében. Az a másik része? Hát persze, hogy teljesen más. Ugyanaz, mint a só. Nem ugyanaz, mint a só, de az érthető, hogy, Pest megyében milyen volumenről beszélünk, milyen forgalmatságról, és hogy Esztergomról beszélünk. Esztergomnak nincs is apropályára, nincs is igazából olyan volumenre. Szóval nekünk egy csomó más olyan prioritáshoz igazodni kell, nem hagyhatom ott az N011-es csomópontot is, hogy majd lesz, ami lesz. Az is 20 ezer ember. Szóval én értem, hogy itt ez fáj. De nekem, amikor figyelembe kell venni, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni, akkor igenis priorizálni kell, hogy akkor mivel kezdek, hogy kezdek. És azért mondtam az elején, hogy ennek ellenére, hogy itt még mennyi minden munkánk lenne, milyen szerencsés a város, hogy mennyi mindent tudunk még ide fordítani. Úgyhogy... Köszönöm, igen. Parancsolj. Képről nem érdekes, hogy mindig azért nagyon. Köszönni az idei télen a Visegrád Szent László közötti szakasznak a csodálatos letakarítását. Csak a gond az volt, hogy ez egy jeles esemény megelőzően történt. 4 napig iszonyatos munka volt. Egy páran, persze sok embert nem érint, rengetegen használjuk azt az utat, hogy levágjuk Szentendre felé. Azt van kirakva, hogy környezetvédelmi okok miatt sokszor ezt nem nézünk. Valaha elvész voltam, ne végeznek sokszor ezt. De olyan környezetvédelmi törvény nincs, hogy pótolás, síkosságmentesítés, kő, morzsalékszórás ne lehessen végezni. Ezt az esetet mielőtt elkezdték pucolni, én először azt hittem, hogy előtte van nap, a szemben lejáról már fejre állt egy autó, hogy bemegyünk abba a gödörbe. Na mondom, másnap megjelent, és akkor esett le, hogy lehet, hogy nem akarok cinikus lenni. Nagyon jó volna, hogy ha ez megjön. Tehát nem kell sózni meg ezeket a dolgokat, csak a tükörjeget a bizonyos anyagokba értesíteni, meg lekotolni sokszor. Mert hiába vannak, akik telepjárókkal is közlekednek, ha szembe jön egy autó, és az úgy csúszik. Vége. Ez az egyik lett volna, és a másik, ez megint növényzeti téma, csak sajnos ezt nem tudom pontosan, és ezért elnézést kérek, hogy az út szélétől meddig tart a közút hatásköre, és mondjuk honnan kezdődik a vízművé. A Misihez csatlakoznék, annyiban csak csatlakoznék hozzá, hogy itt a visegrádi szakaszon is, a lovardai szakaszon is rengeteg öreg van. Egészen dövösig. Ha úgy az ember meggondolja, ott van az út szélén. Egy pici szélnél teli van lehulló, nem vajakkal, karcon vastag se puhányokkal. Meg én azt mondom, nem tarolni, nem nyilkolni, azt a fasort, azt az élőzöld részt, azt meg lehet nyitani. Ott nem egy sorfa van, hanem több sor, esetleg a hatóságok kalvaló egyeztek, és nem tudom, hogy ez kihez tartozik. Csak az útra tudik a fa, csak ott fog menni előbb, vagy utóbb, nem lesz szerencsére. Jó, reflektálnék akkor a két kérdésre. Itt a fakivágással kapcsolatban ingatlan határtól függ, és az ingatlan határ változik, szóval nem egy egzakt tudomány. Szóval azt a terület specifikusan meg kell nézni, hogy a burkolat szél úttengelytől, vagy burkolat széltől az ingatlan határ milyen távol van. Hogyha kritikus a helyzet, vagy úgy értem, hogy véleményes, akkor ki szoktuk tűzni, ki jön a fő, földmérő, és akkor azt mondja, hogy na, ez a fa szomszédé, ez a fa milyen. Hisz mi nem is nyúlhatunk más fájához, más meg a mi fánkhoz. Szóval ez általában tisztázott ez a dolog. Igen. Úgyhogy de ilyenkor azért, hogyha szokott lenni konkrét kérés, hogy ez a fa már nagyon veszélyes, akkor mindig azért mozgósítunk, van egy külső vállalkozónk, és akkor ezeket az igényeket szoktuk fogadni. Megye szinten körülbelül egy 200-300 fát így kiveszünk, hogy ez már veszélyes, ez a tetőre veszélyes, ez a forgalomra veszélyes. Persze mi is látunk, magunktól kiveszünk ugyanennyit, de azon felül még kb. Megye szinten ennyi igény pluszba beérkezik. Jó, úgyhogy ezt majd megnézzük, hogy itt milyen beszél. Esztergom felé? Jó, értettem? De akár nem tudom, akkor lehet látni.
Tehát ez csak fölfelelődőként mindenki, mert olyan kis is mondtad, olyan szemben, ha nézve az út ellenőr, össze tudja gyűjteni. Tehát nem egy 20. Van listánk egyébként, szóval nálam van egy, egy aktuális lista, szabból mi látjuk, hogy hol van a mi területünket érintő veszélyes fa. Hát azt kell megnézni, azért célszerű, hogyha van valami konkrétan észrevétel, akkor azt tudjuk mondani, hogy nem a miénk, hanem a kié. Szóval mi látjuk a szomszédos ingatlan terület határnak a tulajdonosát. Azért tudjuk. A másik visszatérve erre a Pilis-Szentlászkai útra, ez egy fehér útbesorolású útszakasz, ahol nem végezhetünk síkosságmentesítést, vagy nem végezhetünk az útbesorolásból adódóan. Igaz, hogy hó eltakarítást igen, de mire oda megyünk havat eltakarítani, le van taposva. Akkor mi már nem tudjuk eltolni, csak fölcsákányozni, fölvésni, fölkaparni, akkor nem tudjuk. A havicszórással próbáltunk kabicsot is szórni, de 10 autóból 8 beküldte a kárigényét, hogy a kavics fölverődés. Úgyhogy akkor kavicsot se szórunk. Ez sem megoldás, most én már leültem a katasztrófavédelemmel, meg a környezetvédőkkel is eltárgyalni, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk szórnánk. Hogy ez akkora fájdalmat okozna el, mert itt a 11-es mellett is szórunk, és olyan bújja a növényzet, hogy elhaj, hogy mi lenne, hogyha megpróbálnánk, hogy szórunk. Úgyhogy most az idei télen úgy rakjuk be a úthálózatot, hogy szakaszosan szórt. Ez azt jelenti, hogy egy vékony sávba az út tengelyébe kb. 3 méteres sávba szórni fogunk, és meglátjuk, hogy mit okoz ez. Hogy mennyire teszi ez járhatóvá az utat, mennyire lesz idén esetleg ettől jobb, a környezet mennyire viseli ezt jól. Úgyhogy próbálkozunk, mert mi is látjuk, hogy ez nem jó megoldás. Hisz az alatt a 3 nap alatt annyi kapacitást fordítottunk rá, hogyha szórtuk volna, előrébb lettünk volna. Úgyhogy most megpróbáljuk ezt. Úgyhogy erre ezt tudom mondani, hogy mi is érzékeljük, sőt, ugye beszéltünk a Hattázi úrral is erről, hogy mennyire vonjuk be ezt az úthálózatot, mennyire nagyobb forgalma van annak is. A 11-es útnak is nő a forgalma, meg ennek a Szent László útnak is nő a forgalma. A 11-es út szabályozáson Dánfaludán, illetve Szentendrén az újabb lámpák, amik az elmúlt egy évtizedben mentek be, és a megnövekedett forgalmokán gyakorlatilag ezekben a téli hónapokban tagi határáig áll a sor. Igen, sajnos most megnéztem ebbe a fél évben is a forgalom növekedést, szemmel látható. Nem egy-két autóról, nem 10-20-30 autóról beszélünk, hanem napi szinten már 100-150-200 autóval növekedett meg fél évvel. Ez irdatlan nagy volumen egyébként, és ezt nagyon nehéz lekövetni is. De pont ezért lehet, hogy bele kell vonni ezt a Szent László útat is most már a bérkeringésbe, és meg kell próbálni azt is teljes értékűnek kezelni. Ez az egyik, de azt is tudni kell róla, hogy az majdnem, hogy egy erdészeti feltáró. Az erdészet beadott hozzám egy kérelmet, hogy ő szeretné 2 hónapra lezárni azt az utat, hisz nincs rajta forgalom. És ő szeretne kitermelni a fát, etc. És nagyon nehéz volt meggyőzni őt arról, hogy ami most folyt tavasszal, meg ősszel is munka, hogy azt félpályán zár mellett, vagy csak szakaszos zárással csinálja. Szóval itt vannak olyan pro és kontra érdekek és ellenérdekek, mert ma ezen a fórumon, aki elmondta, amit elmondott, azok, de holnap tudnék ugyanennyi embert, akik csak az ellenkezőt mondják. És nagyon nehéz, mert nálunk minden lecsapódik. Ez is, meg az is. Ha kivágom a fát, akkor jön a környezetvédő, hogy miért vágom ki a fát. Hiába, hogy azon fagyöny van, vagy rommár rohadt, őt nem érdekli is, ez egy nemzeti kincs, nem vághatom ki. Rengetegszer fordulnak ilyenkor médiához, és akkor meg kell mindig védeni azt a nézőt, szóval nekünk minden irányba körültekintően kell eljárni. De gondolom ezt a helyi... Ismerjük az érzést. Igen, szóval nagyon nehéz azt a vékony mezsgét megtalálni, hogy mindenki boldog legyen, és talán nincs is ez a mezsge, úgyhogy igazából mindenkitől csak azt kérjük, hogy tolerancia, együttérzés és megértés, mert valahol csak ez visz előre. Jó? Nagyon szépen köszönjük. Tessék parancsolni. Azt szeretném megkérdezni, helyes műsorban vagyok, hogy van az ellenőrzőnek a védik van a Rémutca, és ott van az a korlát, az még a múlt században maradt itt. Az mennyi lesz?
És azt hiszem, hogy az önök ezt Ez a sajnos igen. Nem, ott nincs járda, tehát ez a Rév utcai csomópontról van szó. Itt a csomópont. A Rév utcai csomópontnak a korlátozó, tehát ott ugye van egy rámpa, egy rávezető rámpa, ahogy a Duna felé nézzük, a jobb oldalon egy elég mély, tehát egy aluljáróba levezető járda, tehát ott egy támfal is van. A másik oldalon egy kicsit kisebb szintkülönbség, de ott is van egy korlát. Sajnos azért vagyunk biztos, hogy ez a magyar... most már 21. században vagyunk, és ez legfeljebb a 20-ban készült. Biztos, hogy nem a 21-ben. Ugye azért vagyok nagyon biztos benne, hogy nem az önkormányzathoz tartozik, mert 2013-ban az árvíz idején ugye ott állt a víz, meg folyt ki be. Mi próbáltuk betenni a Viszmajor pályázatunkba, ahonnan azért vették ki, mert nem az önkormányzaté, hanem ugye akkor még a KKK kezelésében volt. És sajnos a hétvégén ott még egy baleset is történt, tehát az tovább rontotta a helyzetet. Ezzel kapcsolatban a mérnökség vezető úrnak küldtem fényképeket, illetve fölhívtam a figyelmet rá. Én azt hiszem, hogy ez egy viszonylag sürgős beavatkozást igényel, és nagyon köszönöm a figyelem fölhívást, mert az a gyalogos közlekedőkre, a egyébként kevés számú szabályos gyalogos közlekedőre is veszélyt hoz, akik hajlandók átmenni, vagy lemenni az aluljáróba, mert hát ott az a támfa valóban megsérült. Jó. Köszönöm a figyelem fölhívást. Egy köszönetet szeretnék csak mondani. Múlt héten, egy héttel ezelőtt volt egy tűzeset Visegrádon, és akkor még épp itt voltak a Berner Laciék és csapatuk, és én nem tudom, ki szólt nekik, de talán kérés nélkül is beálltak és irányították a forgalmat, rendőrhölgyeket és urakat kisegítve ebben. Nagyon szépen köszönjük a beavatkozást és a segítséget, és nagyon köszönjük a ma esti megjelenést és a rendőrséget. Köszönjük szépen! A további eredményes fórumot. Köszönjük! Ha kérdés van, akkor pedig a hivatal útján ezt tudnánk. Megtaláljuk. Igen. Köszönöm. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!